vlogok, egy nyári vlog üveges tekintettel. Ha látjátok, akkor szízszentem a sört, mert hogy sörvlog lesz, ezt nem látjátok, de majd mindjárt igen. És hogy abból kifolyólag, hogy kértétek, hogy legyenek ilyen vasutas sztorik, és hát akkor autentikus helyszínen itt a pécsi Intercity-ről sörrel a kezembe tolom a vasutas sztorit, mert hogy vannak ugye a pécsi vonalhoz köthető emlékek, ugye az utolsó szolgálati helyem az a pécsi vonalhoz köthető, a pécsi vonal elején volt Diósdon, Nagytétén Diósdon, és hát nem túl kellemes sztorik ezek, de minden bizonnyal érdekesek, szerintem most már el lehet őket mesélni, mert hogy úgyis úgy mondom el, hogy az érintettek nem beazonosíthatók, meg hát az időpont sem beazonosítható, de hát voltak érdekes történetek ebben a dologban. No, hát elsőként is iszok egy korsört. Igen, annyit hozzáteszek, hogy ezek a sztorik hozzájárultak ahhoz, hogy azóta ugye nem dolgozom a vasútnál, de hát ez az akkori döntésem volt, erről már meséltem, hogy több szempont volt. No, hát két pécsi Intercity sztori van, az egyik az ilyen mindennapos sztori volt, legalábbis hétköznap, mert hogy akkoriban újították föl ugye a székesfehérvári vasútvonalat, és hát a Kelenföld érdalsó tárnok vonal le volt zárva, és az összes székesfehérvári, balatoni, veszprémi, mindenféle vonat arra, mi felénk közlekedett. Plusz még pont amikor ott dolgoztam azban néhány hónapban, akkoriban volt még a Helyeshalmi vonalon, ugye Komáromnál az árvíz, vagy még az ottani tehervonatok, és hát erről már meséltem, de ugye nagyon sok vonat volt, és hát ugye hétköznap, reggel, csúcsforgalomban, hát mindig forgalmi dugó volt, hogy ilyen nem túl szakszerű kifejezéssel fessem föl ezt a helyzetet, de tényleg az volt, hogy mindig forgalmi dugó volt, ugye jöttek Fehérvár felől is a vonatok, meg Pusztaszabolcs felől is a vonatok, aztán ott álltak sorba, mert egymást tolták, ugye, hát papíron ki volt matekolva menetrend szerint ezek tudtak közlekedni, de hát ugye mindig volt egy-két perc, vagy néha több eltérés, és akkor ugye mögötte az összes vonat sorban állt, mert ugye blokkra közlekedtük, tehát tényleg nem volt egy perc tartalék az egész rendszerben. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem mindebben ugye volt az, hogy a pécsi Intercity, ez egyébként az ütemes menetrendből adódóan teljesen természetes, hogy érkezőben ugye úgy érkezik a városba az Intercity, hogy előtte érkezik a személyvonat, a másik irányban meg ugye fordítva, hogy elmegy az Intercity, és utána indítják a személyvonatot, mármint menetrend szerint, tehát így van kiszerkesztve a menetrend, mert hogy ne kelljen megelőzgetni, meg ilyenek. És hát igen ám, de volt egy olyan reggeli Intercity, amivel valamilyen igazgató járt be dolgozni innen Pécs felől minden reggel, és hát, hogy ez valóban ez az illető volt-e, aki ezt megkövetelte, vagy bizonyos kollégák, menetirányítók túl gondolták ezt a dolgot, ezt nem tudom. Minden esetre többször utasítva voltunk, hogy az Intercity elől tegyük félre a személyvonatot. De hát ez már ott, ahol ugye a nagyon sűrű forgalomban, a budapesti szakaszon, gyakorlatilag az egész Dunántúl forgalma ott ment, és hát ugye nem nagyon volt igazi, valódi lehetőség itt az előzgetésekre, meg ilyenekre, és hát olyankor félre kellett tenni a személyvonatot, és ez ugye egy ilyen reggeli hivatásforgalmi időben közlekedő, nem kis kihasználtságú személyvonat volt, tehát sokan voltak rajta, és hát ugye olyankor az volt, hogy kitérőbe bejárt a
személyvonat, hát nem 40-nel, hanem 10-zel, mert a kitérő vágány az 10-es volt, és hát a hivatalosan az utasítás szerint ugye meg kellett várni, míg megállt a vonat, és azt utána lehetett az Intercity-t is áthaladtatni. Hát olyankor, ha ezt tényleg megvártuk, akkor az Intercity az körülbelül annyit állt a bejárati jelzőnél, mint amennyit késett volna, hogyha szépen megy a személyvonat után blokkra. És hát nem beszélve arról, hogy az Intercity nem nyert egy percet sem, viszont rendszerint, mert olyan 5-6 perc volt, míg a személyvonat 10-zel bejárt ugye azon a rozoga vágányon. Hát az ugye még a vonal felújítása előtt volt, és az Intercity nem nyert egy percet sem, viszont a személyvonat onnantól kezdve 25 perc késéssel közlekedett tovább, mert hát ugye mögötte jött valami tapolcai vonat, meg még valami, és akkor így, és az gyakorlatilag mindennapos volt, főleg ha ilyen, nem tudom, hogy tényleg ez a menet irányítom múlott, vagy tényleg ilyen baszogatás volt föntről, de ilyen sztorik voltak. És akkor ezek még a szolidabb sztorik, mert ez csak egy sima vonatkésés, amit ugye minden nap eljátszottunk, minden hétköznap reggel. Hát ugye ott sem, ez sem egy ilyen utasközpontú intézkedés volt, hanem egy ilyen félünk a felettestől, aztán vagy joggal, vagy nem joggal, nem tudom, hogy tényleg olyan volt-e az az illető, hogy jogosan vagy jogtalanul szólt be bizonyos menetirányítóknak, vagy ez, és hogy ez tényleg minek köszönhető. Hát ezt soha nem fogjuk így utólag megtudni. Na aztán a másik ilyen sztori, az kicsit már veszélyesebb. Na képzeljétek el, volt olyan történet, ilyen népvándorlás indult, itt meg jönnek, mennek itt el az emberek. A másik ilyen sztori. A másik ilyen sztori, meg képzeljétek el, ez is van a videó címében, hogy volt egyszer olyan, hogy majdnem kisiklattam az Intercity-t, így beraktam volna két vágány közé. És hát igazából nem is tehettem róla, arról se tehettem, hogy végül is ez nem történt meg, de arról se, hogy ez ha megtörtént volna. Mert hogy az volt a szituáció, hogy ketten voltunk beosztva az állomásra, hát ugye nagyon nagy volt a forgalom, meg ugye a mi eredeti állomásunk az le volt zárva, és akkor inkább, hogy jobban győzzük, kettesével be voltunk osztva. És hát a kollégám elment valahova, nem tudom, kis helységbe vagy valahova, és hát nem mondta, hogy mi a szitu. Én meg akkor elkezdtem ott csinálni, amit kell, és hát jött a személyvonat kicsit késve. Lehet, hogy pont ez az Intercity jött mögötte, nem tudom, vagy lehet, hogy nem, az délután volt talán, nem tudom. Minden esetre, meg hát más is volt, amikor még a menetrend. És minden esetre az történt, képzeljétek el, hát mondom, nézem, jön a személyvonat, késik, mögötte jön az Intercity, hát mondom, előztessük meg, hadd menjen, nem jött szembe semmi, és akkor gondoltam, hogy az egyik vágányon elmegy a személyvonat, a másik vágányon megelőzi az Intercity, amíg a személy kétszer megáll, ott ugye átmenő fővágány volt, tehát ott nem volt ilyen 10 kilométeres, hát csak annyi, hogy 40-nel kitérőben ment volna a City, és mondom, amíg a személyvonat kétszer megáll, addig ugye volt megálló is, meg ott az állomáson is megáll, mondom, hogy pont megelőzi az Intercity. Azt mondtam a baktárnak, hogy na figyelj már, húzd már föl a váltót, aztán helytelenbe megy a City, és akkor előzünk. Na és az volt, kérlek szépen, a sztori, hogy elkezdett a kollégám fafejűsködni, hogy már pedig nem tudom pontosan, hogy ez volt-e a sztori, de hogy már pedig ezért ugye mechanikus váltók voltak, és akkor ott van egy ilyen kis presztízs is, hogy ne az én bakterom húzza a vasat, meg ne azért, hogy ne a, ne a,
ne dolgoztassuk túl a bakterokat, nyilván ez ott szempont volt egyébként, tehát nyilván indokolatlanul nem csináltunk olyan dolgokat, hogy össze-vissza kelljen állítgatni a váltót, tehát ott az ember háromszor meggondolta, hogy milyen vágány úton, meg hogy menjen a vonat. Tehát mondjuk ez azért középállomás volt, tehát viszonylag egyszerű volt a legtöbb vonat egyenesbe, és akkor csak tekergetni kellett a blokkot, de azért voltak szituk, amikor kellett váltót állítani, és akkor hát nyilván volt, aki meg már túlzásba vitte ezt a presztízs kérdést, hogy ne az ő váltókezelője állítsa a váltót, mert hát ezért hát kímélni kell a bakterokat, és hát most nem tudom, hogy ott ez volt-e a sztori, de elkezdett a srác a fejűsködni, hogy hát már pedig ő nem fogadja helytelen vágányon az Intercity-t, küldjem a személy mögött. Hát akkor mondom, jól van, mondtam a bakteromnak, hogy húzz vissza a váltót, nem lesz előzés, akkor hadd késsen pár percet az Intercity, mert ugye ez a sztori, és akkor az lett a vége, hogy egyszer csak jönnek be, mert egyébként ott dolgoztak a váltó környékén a pályások, valamit ott kapirgáltak, valamit ott javítottak, vagy karban tartottak, és akkor jön be a srác, a pályás srác, és figyelj már, hogy miért volt ott átállítva a váltó, meg izének hozzá. Azért, mert meg akartam előztetni az Intercity-t. Hát kiderült, kérlek szépen, hogy képzeljétek el, hogy rossz volt a váltó, és nekem ugye nem szóltak róla. Szerint a bakter se tudta, meg nekem se szólt a kollégám, hogy ilyen, körülbelül ilyen nyílás volt a csúcsin meg a tősin között. És hát nyilván ez kitérőben volt, tehát hogyha kanyarodik a vonat, és ilyen nyílás van a csúcsin meg a tősin között, ugye a tősin az, amelyik az egyenes, a csúcsin meg az, ami a váltónál mozog, ami tereli a vonatot. És ha közötte nyílás van, hát az nem egészséges, mert oda be tud kapni közé a vonat, és akkor nem arra megy, amelyre kell. És az volt a szerencse, hogy fafejűsködött a kollégám, mert hogyha ha ez nem történik meg, akkor simán ugye nem bírt volna az Intercity elmenni kitérőbe, hanem a menetirány szerinti jobb oldali kerék az nem lett volna megvezetve, és hát a bal oldali meg ugye a nyomkalimával igen, és akkor így beesett volna a vonat a két vágány közé. Hát elég szép történet lett volna, úgyhogy akkor gyakorlatilag abban az időben, akkor ez megtörténik, akkor az egész Dunántúl vonatforgalma leállt volna, de szerencsére nem történt meg. És hát ugye ezek azok a történetek egyébként, mert nem ez volt az egyetlen ilyen cinkes dolog, ami miatt én annak idején többek között, egyébként benne volt az ilyen éjszakázás, meg a az élhetetlen vezénylés, meg ilyenek, de emiatt döntöttem annak idején úgy, hogy abba hagytam így a vasutazást, és igen, annyit még azért elmondok így a sztori végére, hogy igen, vannak ilyen életszituációk, meg ilyenek, de ha a statisztikai alapon megnézitek, azért ne féljetek vonatra szállni, én se félek, pedig hát sok mindent láttam a vasútnál, nem azért, amikor nem szeretek vonatra szállni, akkor nem azért nem szeretek, mert hogy én félnék ilyen dolgoktól, hanem azért, mert ilyen, mint az agyfasz videóban is láthattátok, a bécsi vonat agyfasz videóban, hogy vagy akár a régi, vagy régebbi, a több héttel ezelőtti nyugati is S70-es agyfasz videóban, hogy hát nem mindig utascentrikus döntések születnek, és hát nem éppen mindig a legjobb választás a vonat, persze, ha nincs más választás, akkor a vonat a legjobb választás, tehát ez ne. És viszont biztonság szempontból a legjobb választás egyébként, mert ezeknek a problémáknak ellenére is, amik ugye megesnek gyakorlatilag hétről hétre, napról napra, de ezekből a legritkább esetben történik tényleges baleset, mármint olyan baleset, amiben esetleg utasok is megsérülnek, tehát az ilyen tényleg ilyen, most nem tudok pontos statisztikát, de ilyen 10 évben egyszer. Mondjuk pont most volt nem régiben ez a Balatonfüredi, amikor utasok is sérültek, ugye amikor szembe tolattak a
személyvonattal, és akkor ott ütközés történt, de ez egyébként tényleg nagyon ritka, tehát akármilyen másik közlekedési eszközzel nagyobb esélyetek van sérülést szenvedni, úgyhogy azért ennek ellenére, az ilyen negatív sztorik ellenére ne féljetek a vonattól. Inkább attól féljetek, hogy nem értek oda, mert lemondják a vonatot, meg lerohad a mozdony, meg biztosítóberendezés szavar, meg felsővezeték, meg ilyen dolgok, hát attól lehet tartani. Azért a balesettől kevésbé. Mármint, hogyha a vonat utasai vagytok, mert nyilván 1000 millió vonat baleset van, ilyen mindenféle gyalogos elütéstől kezdve útátjáróba mennek a vonat elé, de ez egy másik történet. Úgyhogy az nem a ti bajotok, hogyha a vonaton ültök. Hát már annyiba igen, hogy nem biztos, hogy időben odaértek. Na, hát ez volt az ilyen vasutas sztori, ez majd valamikor felkerül, nem frissiben, mert nagyon sok anyag van, de köszönöm, hogy mikor ezt látjátok, akkor már felkerült, úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek, én kortyolok a sörömből, és akkor majd folytatjuk ezt a sztorizós, vlogos történetet. Sziasztok! Csüssz!